Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban, így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Szöcske részére. Kedves Szöcske, üdvözöllek téged. A kérdésed az lenne, hogyan tovább, ott marad ő a barátnőjénél, vagy van arra lehetőség, hogy ti egy boldog párkapcsolatban éljetek. Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Az ötös szám azt jelenti, ő keres egy kiutat, egy új lehetőséget. Viszont az ötös szám azt is mutathatja, hogy mások befolyásolják őt. Mások befolyásolják az ő életét és a körülményeit. Itt ennél a ravasz rókánál itt hamisságok vannak, vagy lopás. Mi a terve? Ezt mutatja itt ez a kártya. A négyes szám arra utal, hogy számára fontos a biztonság érzete. Ő valamit ki akar építeni. Itt a kártyán látható valami írásbeli dolog. Az lehet egy szerződés. Előfordulhat, hogy a két kártya itt közösen hat, hogy van egy szerződés, ezáltal vannak ezek a hamisságok, és ő szeretné ezt a szerződést még egyszer áttekinteni. A papagáj itt beszélgetésekre utal, ő rendezni akarja ezeket a dolgokat. Előfordulhat az is, hogy ő szeretne beszélni veled, és kéri a te tanácsodat. Mi áll a középpontban? Azt mutatja itt az arany érem. Itt pénzügyi dolgokról van szó. Lehet a hivatását illetően is, mert az összefüggésben áll. Viszont ez az arany érem jelentheti az ő értékeit, az ő belső értékét például. De mivel itt lopásról, szerződésről, valami írásbeli dologról van szó, én úgy gondolom, hogy itt pénzügyi dolgok állnak a középpontban. Kihat rá? Ez a kártya jelzi a párkapcsolatot, vagy egy szerződést. A kettes szám ugyanis erre utal. Ez a fűzfa jelenti azt, hogy valaki itt le akar gyökerezni, és nem csak ez a szándék, hanem van benne egy kis szomorúság is. Én úgy mondanám, hogy ő még kapcsolatban áll az ő barátnőjével, ez a hölgy nagyon szomorú, viszont szeretne legyökerezni, egy tartós párkapcsolatot kiépíteni, de ez nem fog sikerülni, mert ő el akar búcsúzni ettől a hölgytől, és ez a nő mutatja ezt a szomorúságot, és ő sajnálja. Emiatt van még mindig ez a kapcsolat. De ez nem párkapcsolat, hanem néha beszélgetések, mert ő szeretné ezt a nőt vigasztalni. És pontosan ez, amit ez a hölgy kihasznál. Mi változik? Ő kezébe veszi a dolgokat és az értékeket, és az anyagiakat. Itt van hamisság, itt van lopás, itt van egy furcsa szerződés, és ő ezt tudja, hogy itt hamisságokról, meg hazugságokról van szó, és ezt az ügyet ő rendbe fogja hozni.
és hogy áll hozzád, ezt mutatja itt ez a fiatal fiú. Ez kis lépéseket, egy új kezdetet szimbolizál, ami fontos ezen a képen, hogy a kezében van ez az arany kehely, és az szimbolizálja az érzelmeket. És a tartás, ez a nyitottság, ő nyitott erre az érzelemre, ő nyitott erre a szerelemre, ő nyitott erre a párkapcsolatra. És milyen a viszonya a barátnőjével? Ez a kártya mutat valami fontosat. Itt lopásról van szó. Ugyanúgy, mint itt. Megjelenik újra az ötös szám, egy kiút, vagy befolyások. De itt ennél a tolvajnál ez a befolyás nem valami előnyös. Persze az is lehet, hogy ez a párkapcsolat megszűnt, mert a tolvaj elvette. Tehát a kártyáknak vannak szimbolikus jelentései. Én úgy gondolom, itt mindkettőről szó van. Nem csak a tolvaj mutatja ezt a lopást, hanem ez a ravasz róka is. Valami eltűnt, valami hiányzik. Talán a pénz, mert pénzügyi dolgokról van szó. Azon kívül mutatja ez a kártya, hogy itt befejeződik valami, mert a tolvaj elveszi azt a kapcsolatot, amiben ő eddig élt. Hogy viszonyul ő ehhez, ezekhez a dolgokhoz? Itt látható egy ilyen ünnepség. Úgy látszik, hogy mindenki boldog és kiegyensúlyozott. Viszont a 9-es szám a korlátozásokra utal. Ő korlátozásokat érez, vagy ő korlátokat tesz ennél a nőnél. Eddig és nem tovább. Viszont, ahogy a kép itt mutatja ezt az örömet, ezt a családi összejövetet, kifele ő ezt mutatja. Nem beszél ezekről a problémákról. És mi várható kettőtök között? Ezt mutatja itt ez az angyal, egy ilyen angyali energia. A levegő eleme, a könnyűség, a kommunikáció. Az egyes szám arra utal, vedd kezedbe a dolgokat, beszélj vele, nyíltan. Amit még ez a kép mutat ezzel a karddal, hogy vágd el azokat a dolgokat, amit téged nyomaszt. Gondolatok, félelmek. Érezd magad szabadnak, kiegyensúlyozottnak, és ne ezek a félelmek uralkodjanak rajtad. Így megvan a belső erőd, ehhez szükséged van, nem csak neked, hanem te fogsz segítséget nyújtani számára, mert neki szüksége van rád. És a jövő, ezt mutatja itt ez a kártya. A 8-as szám az egy olyan húzavona, az nem megy se előre, se hátra, abból ki kell lépni. És ez a kasza azt mutatja, hogy olyan gyorsan, határozottan ez a helyzet befejeződik, ő szakít ezzel a hölggyel, és nyitott lesz a ti szerelmetekre. Én most megkérdezem az Ingát, szeret ő téged? Igen, nem, vagy egy kicsit. Ha az Inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az Inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, ő nem szeret téged. Ha az Inga megáll, akkor megállnak az események, nem megy tovább, és minden olyan bizonytalan.
először megállt. Tehát türelmesnek kell lenned. Ez eltarthat néhány hónapig. Viszont az inga kimozdult jobbra, tehát ő szeret téged, és ezt közli is veled. Kedves Szöcske, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderra. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!